Haladás hat erst 7 Gegentore, das heißt, dass Haladás mindössze 7 gólt kapott a bajnokságban, ami mutatja, hogy kiváló a védelmük. Király Gábor pedig még mindig egy kiemelkedő képességű kapus. Szombathelyen nyerni tudtunk, de az sem volt egyszerű meccs, a Haladásnak több lehetősége is nyílt az egyenlítésre. Nyilvánvaló tehát, hogy nehéz feladat előtt állunk, éppen ezért maximális koncentrációra lesz szükség valamennyi játékostól. Motiváló az a tudat, hogy a győzelem esetén még tovább növelhetjük az előnyünket a tabella élén. További nehézség viszont, hogy a válogatott szünet után a csapatnak ismét meg kell találni a ritmusát. 8-10 napot voltak távol a fiúk, és csak 2-3 napunk volt, hogy együtt készüljünk a Haladás ellen, de így is bizakodó vagyok, hogy jól összeállunk a mérkőzésre. Fejlelés. Mondd az, hogy bombagol. Bombagol.